kívánjuk pártunknak, magyar népünknek, hogy még sok-sok eszernőn keresztül vezessen ezen az úton, ami szeretett Rákosi elvtársunk. A Szovjetunió kommunista pártja központi bizottságának üdvözletét Hidas István, a budapesti pártbizottság titkára olvasta fel, amelyben jó egészséget és új sikereket kívánnak Rákosi elvtársnak a magyar nép javára fordított munkájában. Az üzemek, a gyárak, bányák, építkezések milliónyi dolgozója nevében Pióker Ignác Kossuth Díjas staharovista köszönti Rákosi elvtársat. A dolgozó parasztság küldöttei hálatelt szívvel, forró szeretettel köszöntik a haza legnagyobb fiát, édesapánkat. A boldog magyar gyermekek nevében úttörő küldöttség üdvözli Rákosi elvtársat. Az Ifjúság Szövetségének küldöttsége a magyar fiatalok üdvözletét tolmácsolja. Fegyveres alakulatok nevében Honvéd küldöttség köszönti Rákosi elvtársat. Az üdvözlések és köszöntések elhangzása után Rákosi elvtárs megköszöni a jó kívánságokat, és felszólalását így fejezi be. Soha egy pillanatig nem vesztettem el azt a reményt, hogy a magyar dolgozó nép végül is a szocializmus helyes útjára lép. És most, amikor ez a remény valósággá vált, boldog örömmel veszek én is részt ebben az ünneplésben, és ígérhetem a sok jó kívánsággal szemben. Hogy még fokozottabban, még nagyobb erőfeszítéssel dolgozok azon, hogy sokat szenvedett népünk viruljon, erősödjön, és újabb győzelmeket vívjon ki a szocializmus hatalmas munkáinak terén. Szabadságért! Ünnepiest kultúrműsorában a Vasas Központi Kultúregyüttes új dallal köszönti Rákosi elvtársat. Éjjel, Rákosi éjjel, jönnek a gyárnak a földnek a bőjtén, kitelete éjjel.
Honvédelmi Hatóság énekkara, Tomi Lin, szovjet zeneszerző, 1936-ban Rákosi elvtárs kiszabadítására írott dalát adja elő. Sárpilisi kultúrcsoport táncai. Végén a kultúrműsor együttesei köszöntik a magyar nép nagy tanítóját és vezetőjét.